a Békés megyei központi Pándi Kálmán kórház, illetve a dr. Réti Pál kórház rendelőintézet megszüntető okiratainak a dokumentumát tartom a kezemben, ugyanakkor ezzel egy időben a Békés megyei központi kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a támogató nyilatkozatát is egyben. Ez azt jelenti, hogy 2016. április 1-től a jelen pillanatban még két önálló államháztartási intézményként működő egészségügyi szakellátást biztosító intézmény április 1-től együtt integrálva végzi a tevékenységét. A tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges menedzsmenti feladatokkal dr. Becsei László igazgató úr lesz megbízva, és a két intézmény jövőbeni főigazgatói feladatait ettől az időponttól ő látja el.